egy szamarát fogunk megnézni. Most igazi sportos jelleget kölcsönöz neki ez a hátsó szárny, illetve itt ez a szoknyák rajta az oldalán. Ez egy gyári, ugye magyarországi darab, innen valósít, helyeztek először forgalomba, és ez egy 1998 hatodik havi autó, 1.5-ös benzinmotor van a motor terébe beszerelve, és ez 71 lóerő a forgalmia szerint. A csomagtartójába belekukkantunk, akkor látjuk, hogy szép tiszta, itt rendezett minden, és nem ipari célú felhasználó volt az utolsó gazdája neki. Az autón minden elem egybe van, épp és szép, nincsen összetörve, az autó nincs összehorpasztva. A belsejéről elmondhatjuk, hogy szép tiszta, és itt is minden rendben van vele, nincs szétülve, nincs kiégetve, nincs tönkretéve rajta benne semmi. Normális jó gazdája volt neki, látszik itt az üléseken, itt sincs szétülve, meg kiszaggatva ugye az utasnak a, és a vezető oldali ülésnek az oldala. Állítható magasságú ez az ülés, ugye hogyha tilitolizunk előre-hátra, illetve állítható magasságú a fényszórónk, és van benne immobilizer is, hátsó szélvédő fűtés, ugye, és a kilométer az nem sok, 81.295, és mint ahogy látják, igen, szépen veszi a fordulatot, és csendesen is jár ez a motor. Tehát nem egy elhasznált autót nézegettünk, és akkor leállítottam, megvannak a gyári kulcsai, az összes minden első, hátsó, meg indító, meg minden, és még nagyon szép Lada jel is van rajta, úgyhogy feltétlenül érdemes megvásárolni ezt az autót. Check engine, tehát injektoros motor, és hogyha indítunk, akkor szépen be is indul az autó, mint ahogy látszik, és föl is vágódik veszettül a fordulatszám érő, hogyha rálépünk a gázra. No, ezen kívül egy CD rádió, amit benne található, és amit önök nem látnak, de viszont én érzem, hogy kellemes, jó benne a fűtés, a ventilátor minden fokozata ugye kapcsol, és kellemes, jó idő van benne, és nem a tajgán vagyunk, de azért hideg van. 5 fokozatú a váltó benne, úgyhogy most már kevesebb üzemanyaggal is megelégszik ez a Lada, mint a négysebességes társai. Az autó pedig metál kék színű, és ugye fényképeztem a gumikat rajta, hogy jó állapotú téli gumi van rajta, mondhatom, hogy újszerű mind a 4 darab és egyforma fajta. Ezen kívül még kötfényszóró is helyet kapott itt elől, és azért még kinyitom, ha sikerül egy félkezes verzióba. Persze ez egyáltalán nem biztos. Sikerült. No, az akkumulátor ugye jó volt, ezt hallottuk, hogy jól indította a szerkezetet, tartály fel van töltve és szép tiszta, és itt korrózió nincsen rajta, de amúgy az egész kocsiról elmondhatjuk, hogy nem egy korrodált darabot nézegetünk, és szép csendesen jár ez a kis Lada motor. És itt látjuk az injektor vezérlő egységet, illetve ott látjuk, hogy hengerenként fecskendezik be most már ez az autó, úgyhogy a letűnt korszak letűnt, és itt az eljött az injektoros, katalizátoros Lada Samara önökhöz, itt az M3 autóparkban megtalálják, tényleg épp és szép az autó, korához képest tényleg rendben van a szerkezet. Jönnek be hozzánk, a viszontlátásra!